1995 óta foglalkozom jutenyésztéssel, a szüleim által alapított jutenyésztő gazdaságot vittem tovább, folytattam és fejlesztettem. Magyar Merino, Berrichon Duchère és Île de France fajtákkal végzem a tenyésztői munkámat. Elsősorban a tenyésztésem tenyészállat előállításról szól. Jelenleg tenyészetemben közel 1200 állat található, ebben benne vannak a január-februárban született bárányaim is. Ezekből majd tenyészállatot az év vége fele tudok értékesíteni. Évente körülbelül 150 tenyészkost értékesítek magyarországi és külföldi jutenyészetekbe. Hála legyen a Jóistennek, elmondható, hogy állataim országosan és külföldön is keresettek. Szoktam mondani a vevőimnek, hogy nálam nem addig tart egy állatnak az értékesítése, amíg fölteszik az utánfutóra és elviszik, hanem én utána is nagyon szívesen segítek a különböző jutenyésztéssel kapcsolatos munkálatokban. Tenyésztői munkásságomban nagy szerepe van az elhivatottságom mellett a családomnak. Családom részéről minden támogatást megkapok. A Jutenyésztő Szövetség elnökségi tagjaként minden fórumon kiállok a juhászok érdekeiért. Fontos számomra, hogy azon emberek, akik életvitelszerűen ezen szakmából szeretnének, ezen szép szakmából szeretnének megélni, megtalálják a számításukat. A jutenyésztés mellett nagyon fontos számomra a hitem és a vallásom. Templomba járó emberként, istenfélőként élem az életemet.